Ú, de rég voltunk itt. Hát hú, rég. Atya. Végé, nem is tudom, az éve? Blanka, úristen! Sziasztok! Hello! Más Blanka! Te az a Blanka vagy? Temperálni fogunk. Ami egy nagyon megnyugtató folyamat. Egyébként, én imádom. Jó, hogyha az embernek ilyen ipari rázógép keze van ilyenkor. Na, itt egy gyönyörű ganáskrémünk, és akkor hoztam pisztáciát, levendulapasztát, magyarót, kókuszpejhet. Ez meg a ti feladatok lesz, hogy valami finomat alkossatok. Tehát te mindig háromnegyedig töltöd a hüvelyed? Mi ez a te hüvelyed? Hát nem a másik. Én nem is tudom, az éve? Blanka, úristen! Sziasztok! Hello! Más Blanka! Te az a Blanka vagy? Hát mi van? Mennyi fogytál? Hát sokat. 15-öt. Úristen! Teljesen más csaj vagy. És nagyon jól áll, és hát a hajad köszönöm. Is jó. De mit csináltál? Sportolok, elkezdtem futni, mászni. Úgyhogy egészségesen étkezem. De hát most mi is rátértünk erre most már 2 hete. Na, hát ez nagyon jó. Mi is elkezdtük nagyon kőkeményen heti 3-4-szer az edzést, egy jó másfél óra, 90 perc intenzív edzés pihenő nélkül. Úgyhogy életmódot is váltottunk, kajába is, mindenbe. Na hát akkor ez most nem lesz egy pozitív dolog, mert most édességet fogunk csinálni, és csokoládét fogunk kóstolni. Hát én már úgy vagyok, nem hogy agyilag átálltam, hogy nem eszem. Tehát keményen, de egyet megkóstolhatsz, mert Vivi is tornázik velünk ugyanúgy, de viszont attól függetlenül a nézőknek ugyanúgy kedveskedni hát kell van, a dolgokkal, mert két cukrász most kiéli magát. Hát most nem. Az igen. Na, akkor gyertek is be. Na, de rég jártunk nálatok. Úristen, de rég voltam itt. Hát igen. Körösi Blankához érkezünk, aki megalkotta ezt a gyönyörű helyet. Vele még a nézők nem találkozhattak, az édesanyjával már többször sütöttünk, főztünk itt együtt, de hát most végre Blanka is tud velünk együtt dolgozni és szerepelni, hiszen ő a nézőknek ismerős lehet, mert annak idején egy jó fél évvel ezelőtt egy főzőversenyen vett részt. Na és mit fogunk akkor készíteni a nézőknek? Na, azt gondoltam, hogy csokoládéval fogunk dolgozni, mert az mindig nagyon jó és finom. Azt mindenki szereti. Így van, és bombont fogunk készíteni különböző technikákkal. Én nagyon-nagyon szeretem a csokoládé készítést, úgyhogy remélem, hogy ti is fogjátok szeretni. Első körben azt szeretném, hogyha megkóstolnátok a csokikat, amiket hoztam nektek. Most a bűnbe viszel minket. Így van, de majd lemozogjuk, ugye? Ugye? Nem ettem most már több mint 2, lassan 3 hete, egy kocka semmi nem volt a számba csokoládése, és most ha én abból egyet bekapok, akkor nem tudom, hogy megállok-e egynél. Szerencse, hogy ez nem kocka, hanem pasztilla, szóval nem lesz gáz. Keselű? Először is ezt kóstoljátok meg, ez egy nagyon finom cukrás csokoládé. Ez egy 70%-os csokoládé. Ez nagyon jó. Ez nagyon finom. Azért jobbak a cukrás csokoládék, amik így pasztillába kaphatóak, mint a táblások, mert a táblás csokoládé általában egy kész cukrász termék, tehát benne van egy csomó stabilizáló, direkt arra mennek rá, hogy ne olvadjon el. Igen. Tehát vele dolgozni nagyon nehéz, mert már stabilizálva van. Viszont a pasztillás csokoládé az úgynevezett nyers csokoládé, tehát nekünk kell hőkezelnünk ahhoz, hogy stabilizáljuk. Igen. Úgyhogy így sokkal könnyebb vele dolgozni. Nyilván drágább is árban, de garantáltan
minősége, és igen, sokkal könnyebben lehet vele dolgozni. Ez egy nagyon finom az édcsoki. De ez olyan jó dolog, hogy végre, ha amikor meghalljuk azt valaki szájából, hogy ő edzést tornázik, akkor mi is el tudjuk most már mondani, hogy ha basszus, hát mi is járunk edzeni, és hát mi is életmódot váltottunk, de most viszont egy nagyon komoly bűnbarlangba érkeztünk. Tehát az a hely ez, ahol a csokoládé, a desszertek, az édességek, a bombonok, tehát itt az embernek tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy vasakarat kell. Én úgy érzem, hogy ilyen pillanatban sziklaszirád vasakaratú vagyok. Ez egy tejcsokoládé, ez ugye 34%-os, ugye 50 alatt beszélünk általában tejcsokoládéról. Uh-huh. Ez is nagy kedvencem. Illetve, ugye ez kinek mi a kedvence vagy hogy, a fehér csokoládé. Azt én viszont képzeld nem szeretem. Általában ugye nagyon édes, mert ennek nagy, tehát kakaó tartalma egyáltalán nincsen, csak kakaóvaj tartalma és cukortartalma. Viszont az édessége az ugye egyrészt jó, mert édes, viszont azért szeretek vele dolgozni, mert nagyon könnyen lehet színezni, uh-huh, és az alap, tehát ugye a fekete csokoládékot nem igazán tudod, úgyhogy ez inkább a színezés, igen, miatt szokott általában részt venni a termékekben, a késztermékekben. És itt van egy picike üveg nektek. Ez a nagy kedvencem, ugye ez a mostani új csokoládé, ugye eddig létezett fekete csokoládé, fehér csokoládé és tejcsokoládé. Most meg már azt hiszem egy két éve fejlesztették ki az úgynevezett rubi csokoládét, igen, amiben semmiféle színezék és plusz ízadalékanyag nincsen. Tartósítószerek nincsenek. Hát tartósítószerek nyilván valamennyi kell, hogy legyen, igen, benne, de alapvetően a színét és az ízét, az aromáját azt nem a mesterséges, igen, ízfokozóktól kapja. Ez egy ízesített? Meg, nem, ez teljesen. Én köszönöm, én már érdemes, mert egy picit. Hát te vagy a cukrászt, azt én kóstolom. Nem, én már ez nem kóstolgatom. Ez csak egy pici pasztilla. Nem, köszönöm, na, ez már nekem most így elég is volt. Ha érzitek, akkor egy kicsit ilyen savanykás, epres íze van, de nincs benne eper aroma meg semmi. Ez pusztán a különleges fermentációtól és a különleges kakaóbabtól természetesen ilyen színű és ilyen ízű. Ó, nagyon jó. Két hete edzek, és eljövök a Blankához, tudtam, hogy valamit főzni fogunk. Tehát az, hogy én két hete nem eszek egy gramm édességet, és erre már csoki pasztillák vannak, meg minden, megkóstoltam, és hogy mondjam, egy kicsit, megmondom őszintén, hogy rosszul érzem magam, mert bűnöztem. Bűnöztem, és ezt tudom, hogy legalább ez egy szelet húst ettem helyette, de kompenzálni fogom. Biztos hazamegyek és hasazni fogok most ezért. Nos, mi az, ami kell mindenképpen a bombon készítéshez? Ami nagyon fontos, hogy legyen valami márványlapunk. Általában bármilyen márványlap jó, kivéve a sütői márvány, mert az igazából egy préselt mészkő. Csak azért mondom ezt így, mert nagyon sokan azt mondják, hogy fú, márványnak hívják a hétköznapi nyelven, és nagyon olcsó is. Igen. De az a baj, hogy ez egy porózus anyag. Tehát, hogyha fel van csiszolva, fel van polírozva, akkor nagyon szép, de nagyon, tehát porózus, ezért beszívja a különböző zsíros termékeket, mint például a csokoládét, tehát két-három használat után használhatatlan, igen, lesz, az ilyen vörös. Tehát vagy márvány legyen, rendes márvány, fehér márvány, vagy gránit, és mindenképpen polírozott. Igen. Jó. Nyilván, hogyha nincs ilyen, akkor lehet kapni különböző ilyen háztartási boltokban vastagabb vágódeszkákat néha, vastagabb üvegvágódeszkákat. De ez az igazi. Ez az igazi. Mert mindig hideg. Mert mindig hideg, igen, így van a hideg, az nagyon fontos. Egyik ismerősen például úgy oldotta meg, hogy egy sütő tepsit betesz a hűtőbe, mielőtt dolgozik vele, és kiveszés annak a fenekén temperál, de ott meg a hőmérsékletet nem tudod el. Tehát, hogyha 10 percet tovább van bent, akkor már rádermed a csoki. Igen. Az nem jó. Nyilván lehet, én nagy híve vagyok ennek a próbálkozzunk és hasznosítsuk és alakítsuk át a különböző eszközöket profi eszközökké, és néhol működik, néhol nem. Én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan szeretne foglalkozni a csokoládéval, illetve a bombonkészítéssel, akkor ezt mindenképpen érdemes különböző ilyen kőboltokban, tehát nem feltétlen cukrászboltokban, igen, érdemes megvenni, mert ott nagyon drága, hanem különböző kőfejtőknél, kőboltokban lehet venni, ilyen lehulló darabok vannak, és már ismerik egyébként a cukrászokat, az emelnek, hogy kéne egy kis darab, és akkor azt mondják, hogy jó, itt van, azt méretre vágjuk, és tényleg ilyen pár ezer forintért, max egy 10-12 ezer forintért már azért birtokba juthatok egy ilyen jó kis lapnak. No, de kezdjünk is hozzá. Ami még fontos, ugye, hogy kell egy kerek aljú edény, lehetőleg füles, mert ha nincs füle, akkor ugye nehezen fogod meg. Nehezen fogod meg. Kell egy olvaszt,
tehát egy sima lábas tele vízzel, illetve ne legyen tele, mert fontos, hogy amikor olvasztunk, akkor ne érjen bele az edény alja, mert akkor a hő az itt koncentrálódik, és megéghet a csokoládé, tehát ne érjen bele. És ami nagyon fontos, mert sok ilyen edényt lehet kapni, ami csoki olvasztásra árulnak, ilyen kis pici és cuki és aranyos, és füle is van, meg nyele, meg minden. De nem jó, mert kisebb, nincs az a kicsi edény, amire jó lenne. Úgy tenni. Soha ne tegyünk bele, hogy hely marad és a gőzt tud távozni, hanem mindig az edénnyel zárjuk le a gőz útját. Ugyanis a csokoládé egy nagyon érzékeny anyag, tehát nagyon érzékenyen kell vele bánni, ám határozottan ezt majd később meglátjátok. Ugye az nagy ellenség a csokoládénak a víz és a gőz, tehát a víz bármilyen formája. Illetve bármi tulajdonképpen, de a víz az tulajdonképpen, tehát semmi más folyadék nem kerülhet bele. Úgyhogy ezt mindenképpen zárjuk le, és amikor majd olvasztjuk, látni fogjátok, hogy megvárjuk, míg fölforr a víz, aztán azonnal lekapcsoljuk, hogy még véletlenül se tudjon a gőz visszacsapódni, mert akkor szaknyelven úgy mondják, hogy bedöglik a csokoládé. Kedvenceim, különböző spaklik és spatulák. Ezeket szinte lehet kapni cukrászboltokban sok pénzért, viszont barkácsboltokban is lehet kapni rozsdamenteset, ugyanolyan, sőt, van, hogy ugyanaz, tehát, hogy konkrétan ugyanaz a márka, ugyanaz a gyártó, ugyanaz a cert. Csak az egyik az 4500 forint, a cukrászboltban, a barkácsboltban meg 1200. Tehát érdemes azért, mert persze lehet milliárdokat költeni és rögtön a csoki készítésre, de lehet ezt úgy is, hogy... Hát nem olcsó mulatság. Nem olcsó mulatság, de lehet úgy is, hogy azért kicsit jobban megúszunk, vagy spóroljunk azon, amit lehet. Általában azért kettő ilyen spaklira mindenképpen szükség van, illetve ezek a hosszú lapos tortalapátok is nagyon hasznosak tudnak lenni. Igazából ez egy kreatív műhely. Különböző workshopokat szoktak tartani, sajtkészítés, desszertkészítés, főzés, pizzasütés, és még sorolhatnám, tehát egy millió dologgal foglalkoznak, nagyon több lábon állnak, és hát nagyon ügyesek. Szükségünk van még formákra, hogyha nem csak trüffelt akarunk készíteni. Kezdőknek javaslom a különböző szilikon formákat. Nagyon sok mestercukrász ezt utálja, és meg is értem. Viszont, hogyha az ember kezdő és garantált sikert szeretne, akkor ezzel érdemes kezdeni, mert könnyen kijön a formából, még akkor is, hogyha a temperálásnál picit elrontottuk, vagy túlságosan kihűlt, vagy ilyesmi. Tehát érdemes mindenképpen ezzel kezdeni, mert a siker garantált. Ugye, amit a profi cukrászok használnak, azt is fogom most használni, a polikarbonát forma, igen, egyfajta műanyag. Ez azért lesz különleges, mert ez egy mágneses forma, és így fogunk használni hozzá struktúrfóliát, illetve ilyen színes fóliákat is, de ezt majd elmondom később, hogy lesz. Illetve mi az, ami még nagyon fontos, és nem beszéltem róla? Hőmérők. Lázmérő, nem? Nagyon jó a kérdés, ugye? Vannak olyan lázmérők, mondom, amik egész magas fokozaton mérnek, tehát ilyen német cég gyártja például, és különböző áruházakban lehet kapni, azok egész magas fokon mérnek, tehát hogy akár ilyen 120-ig, bár egy lázmérőnek nem tudom, hogy miért van szükség 120-ra, mert akkor az már elvitt az őrnyek a 120 a hőmérsékleten. De a lényeg, hogy bármilyen hőmérő jó, de fontos, hogy legyen. Igen. Mert a csokoládénál a hőmérséklet nagyon fontos. És itt el is érkeztünk ahhoz, hogy temperálni fogunk. Ami egy nagyon megnyugtató folyamat, egyébként, én imádom. De miért is van szükség a temperálásra? Van-e esetleg tippetek? Hát igazából azért kell temperálni a csokoládét, hogy attól lesz egy olyan szép fénye. Nagyon jó. Ugyanis nagyon sokszor olvasom különböző blogokban, meg bejegyzésekben, hogy tegyél hozzá olajat, meg vajat, meg mindent, hogy fényes legyen. Semmi köze hozzá. Ha olajat, meg vajat teszünk hozzá, azért tesszük hozzá, hogyha mondjuk torta tetejére tesszük, hogy ne kelljen egy lángvágóval vágni a tortát, hanem úgy egy kicsit lazuljon a szerkezete. A fényességhez semmi köze. Vagy ezeket a régi különféle bevonókat lehetett egy kicsit talán normálisabb javítani. Szintre hozni, vagy hát azokat már sehogy, de igen, tehát javítani. Tulajdonképpen, de a minőségi csokoládéhoz soha, semmilyen körülmények között nem teszünk olajat, vajat, semmit. Blanka nagyon-nagyon profi, hát nyilvánvalóan, hogy jó pap is holtig tanul, tehát én is nagyon szeretek új dolgokat tanulni, új technológiákat.
percről percre változik a cukrászat szakma is, tehát itt is jönnek ki új dolgok, új eszközök, új technológiák, új ételfestékek, ilyen spray, olyan spray, úgyhogy én is kapkodom a fejem, és már most azon gondolkodom, hogy hazamegyek, és ilyen meg lesz a programom, böngészem a cukrászati webáruházokat, és rendelek. Mielőtt elkezdünk dolgozni, hoztam nektek kakaóbabot, amiből készül a csokoládé, hogy először vagyok. Ezt én még így nem kóstoltam, tehát ez most nyers állapotában van, ugye? Így van, pörkölt állapotában. Csillis babod nincs? Az jó. Nincsen sajnos. Mondjuk az jó, de... Elég keserű. Én mondjuk eleve a keserű csokitnak vagyok a híve is. Én nagyon szeretem. És akkor ebből nyerik ki a kakaót. Tulajdonképpen így van, igen. Különböző technikákkal. De ez kalóriában ez nem hizla. Hát... Vagy? Nem annyira valóban, illetve nagyon sok energiát tartalmaz és antioxidáns. Tehát például, amikor ugye először bejött Amerikából a kakaó, akkor először nem is ugye édességként használták, hanem például a katonáknak adták, hogy legyen kraftjuk. Tehát ez volt egy ilyen kis gyógyszer tulajdonképpen. Na, akkor elkezdjük a csoki olvasztást? Elkezdjük! Azt mondjuk már a nézőknek, hogy hány fokig hevítjük a csokoládét. 42 fokig fogjuk ezt a csokoládét. Se 43, se 41, 42 fok. 42? Tehát ez vannak, a cukrászatban én is mindig el szoktam mondani, hogy a cukrászat az olyan, hogy itt tartani kell az anyaghányadokat, itt a hőfok az, ha 42, az 42. Egyel se kevesebb, se több. Tehát nincs, mint a főzésben, hogy egy picit több, egy kis víz, még az. Így van. Nem, itt 42, főleg a francia cukrászatnál, ha 66 gram, az nem 67, az 66. Igen. Pont, igen. Tehát a fok is 42. Akkor étcsokoládéból kezdünk, ugye? És mennyi, tehát ilyen anyaghányadokat én mindig szoktam mondani én is a nézőknek, hogy könnyebb legyen, mert ugye aki mondjuk nem a gyakorlott sütő, hogy például mennyit kell hevíteni ahhoz, hogy ha ő neki van egy 2-3 darab ilyen formája, akkor el tudja készíteni. Általában ez a forma egy ilyen 150 g-os forma, de ugye ebben majd a töltelék is beletartozik. Most azért jó sokat oda tettek, hiszen több formát is fogunk készíteni. Egy polikarbonátos formához azért kb. 200 g-ot kell melegíteni, és akkor a maradékba fogjuk majd a ganást csinálni. És milyen töltelékeket fogunk csinálni a sütibe? Hát a töltelék az nagyon jó lesz, hiszen ugye alapvetően a ganás a bombonoknak a tölteléke, de egyébként ilyenkor már csak a fantázia szabhat át a kedvünknek, de hivatalosan ugye tejszín és csokoládé összesítésével, illetve egybeolvasztásával kell. 2 egység tejszín és 1 egység csokoládé, ezt ugye óvatosan majd habverővel összedolgozzuk, és ezt fogjuk tudni ízesíteni különféle krémekkel, pasztákkal, gyümölcsökkel, magvakkal, bogyókkal, tehát bármilyen ilyen finomsággal. És itt látszik, hogy már jön fel a gőz, ilyenkor azonnal levesszük, mert a gőz ugye belecsapódhat. De mit csinálsz? Táncolsz? De minek örülsz, fiam? Júj! Nézed már a gyereket, azt hiszi, hogy izé valahol, nem tudom, színházban van. De ne táncoljál már, hanem inkább mindjárt ide figyeljél. És akkor ilyenkor már a saját hőjében, amit tol az edény, abban meg is tud gyönyörűen olvadni a csokoládé. Így van. Hogyha nincs ilyen edényünk, mikrohullámos sütőben is lehet olvasztani, aminek azért megvannak a veszélyei. Én nem szoktam, én soha nem próbáltam még a mikróba, én is mindig ugyanígy vízgőz felett olvasztom, úgyhogy a mikróba is ugyanúgy meg lehet? Meg lehet, csak az a baj vele, hogy beteszed a mikróba, és olyan fél percenként ellenőrizni kell, mert túlmelegítheted, és az meg nem jó. Illetve, ami még fontos a mikróba, hogy általában én kerámiatába szoktam, általában kerámiátába szoktam olvasztani, és amikor már ilyen állapotú a mikróban, akkor kiveszem, és csak kavarom, hogy minden felolvadjon, hogy ne égjen túl. De úgyis egyébként könnyen lehet. Igen. Én azt mondom mindig, hogy ez a leghatásosabb, hogyha így csináljuk, Vivi. Így van. Na most kiöntjük. Először is ellenőrizzük, hogy mindenképpen száraz a felületünk. Ugye ezt jó alaposan megtörölgetjük. És ami még fontos, hogy amikor felemeljük, ugye az edény alja tiszta víz. Nehogy rácsöpögjön, azt áttöröljük, és lehetőleg a gőzös edényt eltávolítjuk a munkaasztaltól. És akkor most következik a varázslat. Most jön a kétharmad része ki akkor a csokinak.
nagyjából, tehát itt azért már nem kell mérni, nagyjából a kétharmad része kint van. És akkor... És most jön. Nehezen. És ez nem fog lefagyni, tehát ne gondolják azt a nézők, hogy ez ide kidermed, hanem gyönyörűen lehet a csokit mozgatni vele. Így van. Ilyenkor én mindig arra buzdítom a nézőt, hogy kóstoljanak bátran, nem csak az íze miatt, hanem úgy, ahogy érezzék a hőmérsékletet. Mm. Hogyha most újra megkóstolod, Vivi, akkor például érezni fogod, hogy sokkal hidegebb. És ez gyönyörűen lehet mozgatni, és így hűl vissza. És akkor itt is ilyenkor ellenőrzöd majd a hőfokot a csokinál? Így van, amikor így összekaparom a felületről szépen. Egy kupacba, akkor újra elővesszük a hőfokmérőt. És most kell, hogy legyen 28. Ha nincs annyi, akkor tovább kell hűteni. Így van. De ez már tökéletes. És utána abban segítsetek nekem, hogy ezt megfogjátok, és ide visszatesszük. És ennyi temperálás elég is volt annak, hogy a csokinknak egy gyönyörű fénye legyen. Így van, mivel ez ugye kis mennyiség, tehát ilyenkor szokták kérdezni sokan, hogy de hát csak ennyi a temperálás. Nyilván, amikor látjuk a különböző csokoládé múzeumokban, vagy csokoládé manufaktúrákban, hogy ott hosszú percekig bűvölik ezt a csodálatos anyagot, nyilván ott több kilót egyszerre, a hogy sok gombot csinálnak. Ugye ez egy maximum 300-400 g csokoládé, itt ennek bőven elég. Illetve az is fontos, amit még nem mondtunk el a nézőknek, hogy hány fokon dolgozzunk. Tehát nagy nyári melegben nem tudunk jól dolgozni, mert a csokoládé egyszerűen nem hűl ki. Úgyhogy a legideálisabb egy ilyen szobahőmérsékletnél kicsit alacsonyabb, olyan 18 fok körülbelül. A következő folyamat az neked nagyon fog tetszeni, hiszen különböző érdekes színezőanyagokat is használunk. Ezek úgynevezett felületi színezőanyagok, lüszterporok, hétköznapi nevén ehető csillámpor. Szerintem ez a létező legjobb dolog a világon. Meg szépek is. Úgyhogy vannak ilyen különböző szépek. Ezzel a kézbombonokat is tudjuk egyébként majd később díszíteni, de ami szerintem kifejezetten jó, hogy magát a bombon formát fogjuk. Használjunk hozzá különböző ecseteket, bármilyen ecset jó egyébként, csak ugye másra ne használjuk, tehát ne az, hogy egyszer festünk egy szép képet, aztán festünk egy szép bombont. Úgyhogy az lesz a feladatod, hogy fogod a lüszterport, és vagy beleszórod, vagy kicsit belefestőd. A lényeg, hogy ne legyen túl sok, mert akkor nem lesz szép. Tehát úgy csináld, nézd csak, hogy a felülete látszódjon, úgyhogy ezt átadom neked ezt a folyamatot. Jó. Ez lesz a te feladatod. Belenyomod szépen, és akkor egy kicsit meg. Az már volt, a következő mehet. És bármilyen színnel. Bármilyen színnel mehet mondjuk. Következő. Közben Tina, kérlek nekem egy kis... Igen. Fehér csokoládét tegyél föl, mert azt is fogunk most olvasztani. Mennyit szeretnél? Hát annyi elég lesz. Elég? Igen. Na, de gyönyörű lesz. Bármelyiket, bármilyen színnel csinálhatod. És akkor a fehér csoki az mihez lesz? Most a díszítéshez fogjuk használni. De közben amíg festesz, addig ugye megnézzük ezt a polikarbonátos formát. És van itt nekünk kettő dolgunk, az egyik egy transfer fólia. Ezt a minta, ez a fólia ez egy műanyag, de a festék rajta ehető. Igen. Tehát ha rátesszük, akkor átmegy a bombonra majd a mintája. És ez a zöld festék? Ez a zöld festék. És zöld színű lesz akkor így a tetején? Van, ez lesz a tetején. Illetve a másik nagy kedvencem, ez egy ilyen struktúrfólia, aminek a mintázata fog átmenni. Melyiket használjuk?
Figyelj, én szerintem nézzük meg a zöldet. A zöldet? Uh-huh. Vagy mindkettőt esetleg félbevárom, és akkor a fele ilyen, fele olyan? Az is lehet. Tehát akkor így készülnek ezek a mintázott bombonok, így legalább meg tudjuk mutatni mindenkinek. Ezt is egyébként, ezt a felületet, hogyha még szeretnénk izgalmasabbá tenni, akkor picit? Ezt egy kicsit meg lehet csillámozni. Nagyon jól mutat, hogyha ezüstöt meg ilyen feketét használsz, mint hogyha egy kicsit ilyen fémes hatása lenne, és akkor olyan... Na, akkor csillámozd meg! Közben felolvadt a fehér csokoládé, uh-huh. És akkor most bemutatom a nézőknek a gyors temperálási módszert, ami úgynevezett oltásos módszer, tehát nem kell a márványpulton szétteríteni. Nagyjából itt is a kétharmad, egyharmad aránya érvényesül, tehát kétharmad csokoládé odabent, felolvasztva, és egyharmadot körülbelül beleszórunk, már levéve a tűzről, tehát nem melegítve, és addig keverjük. Na, kevertek minden nap. Intézkedek meg, bocsánat, telefonálok ki, mert hála jó Istennek jönnek a fellépések, felkérések. Na, Blankám, hogy vagytok? Most az oltásos temperálást magyarázom éppen, ami azt jelenti, hogy nem kell szétkenni a márványpulton, hanem kétharmad egységnyi csokoládét bele megolvasztani, és egyharmad egységnyit nyersen beletenni, és addig keverni, amíg el nem olvad, és így is elérjük a kívánt főfokot. Figyelj, Blankám, annyira keversz, kavasz, hogy jó, most akkor... Mi? Most én szoktam a műsorban, mert ott nincs karantén, konyházom meg minden. Igen, láttam. Na drágám, most akkor küldj egy dalt a szerettednek, vagy valakinek, hogy van valami csáva, hogy te jobb oldal, bal oldalon, és hogy lefogytál, vagy valami, hogy te most népszerűbb lettél, nem? Hát mondhatjuk. Hát, amikor a bull kikerekedett Gélósra, úgyhogy, na mondjál már, küldjél valamit, majd küldjünk Jennifer Lopeztól. Jó. De mondjuk azt, hogy Blanka küldi a Jennifer Lopez dal, de üzenjük a Jennifer Lopeznek, hogy itt a néni erősebb. Bulilag erősebbek vagyunk, keverjük a csoki gánás minden, akkor jöjjön a Jennifer Lopeztől, kinek küldöd? Na. Mindenkinek. Mindenki, aki szereti a Blankát és az Emilio Tinát, meg a Vivikét, jó? Csókolunk. Jó, hogyha az embernek ilyen ipari rázógép keze van ilyenkor. Nagyon gyorsan, és akkor ezt hűtőbe tesszük. Tehát te mindig háromnegyedig töltöd a hüvelyed? Hát most töltsük a hüvelybe, limit töltsük a hüvelyénket, meg csokoládéval. Hát de most Blanka, hát ezek a szaknyelvek, amiről beszélünk, rossz az, aki rosszra gondol. És akkor vékonyan lehet belecsöpögtetni. Ilyen kis, tudod, meghúzogatott, tehát hogy a forma. Így van. Megmutatom, nézd. Megfogod, Fil. Pici. Teszel így. Úgy, hogy túl sok csoki ne menjen az aljára. És akkor csak így. Így is. Úgy. De ugyanúgy lehet akár ilyen kis elhúzásokat is csinálni benne ecsettel. Nem az oldalára, hanem bele. Meg pöttyözéseket. Így, megfogod. És akkor így. Így díszíted. Hoppá. Tehát megtöltjük a formát. Említettem, hogy ugye ezek töltött bombonok lesznek, tehát majd fogunk tölteléket is tenni bele. De most ugye mit láttok éppen? Hogy nyakig töltöm, csurig. De ettől nem kell megijedni, mert ez ki lesz forgatva belőle, és ki lesz csurgatva formából teljesen a csokoládé, és csak annyi fog benne maradni, amennyi éppen a bombonnak a külső csokis rétegéhez hüvelyéhez kell. Így van. Nagyon jó. Na most, hogy megtöltöttem, ezt meg mondjuk töltsd meg te, aztán majd olvasztunk a többihez. Várjál. Óvatosan megfogjuk az alját. Óvatosan, nem ilyen szép. Anya. És leütögetjük. Látjátok, hogy a buborékok kijöjjenek belőle. Csinálod. Nagyon rosszul csinálod. És kiöntöm belőle a csokoládét, és kicsit ki is rázom.
Jó, hogyha az embernek ilyen ipari rázógép keze van ilyenkor. Így, és akkor most ezt szépen el kell dolgozni. És a lényeg, hogy le kell húzni. És pont annyi marad benne a formába, amennyinek kell. Várjál? Ha kicsit vastagnak érezzük a bombont, akkor még ki lehet. Akkor még egy kicsit lehet rázogatni. Jó, várjál, Vivi, hogy mutatom gyorsan, mert aztán utána már... Így van. Nagyon gyorsan, nagyon gyorsan köt a csokoládé. Utána már és akkor ezt hűtőbe tesszük. Nagyon fontos, hogy meg kell ütögetni. És sokan érdeklődnek így ezek például a bombon készítéses ilyen workshopjaid után? Igen. Szeretik őket? Nagyon szeretik, hál' Istennek, igen. És otthon is tényleg el is készítgetik? Van, aki azt mondja, hogy nem, és akkor többször jön hozzám. Valaki meg abszolút tudja, és szereti is csinálni. És már kapok képeket mindig, hogy sikerültek, meg milyenek lettek, úgyhogy ezek nagyon lélekemelő dolgok. Ülnek a bombon hüvelyek, most a ganáskrémet fogjuk elkészíteni. Itt már nem kell temperálnunk. Szépen beleöntjük a csokoládét. És valaki úgy szokta, hogy ezt is gőz fölött fogja összekeverni. Én nem szoktam, a tejszínt szoktam föl. Én még azt sem, hanem egyszerűen csak ki meleg. Nem szoktad a tejszínt sem melegíted? Nem, hanem szépen, fokozatosan. És hideg tejszínt adsz hozzá? Hát langyos szobahőmérsékletű. És szépen, fokozatosan, hogy nehogy kicsapódjon, ugye egyszerre nem tehetünk többet bele, mert akkor nagyon hamar kicsapódik. Kicsit nehezebb keverni, viszont az előnye az ennek, hogy amikor meleg tejszínnel dolgozunk, akkor nagyon sok időmig visszahűl, amíg beletehetjük a bombomba. Viszont így nehezebb ugyan keverni, de sokkal hamarabb kapunk egy kész dolgozható masszát. Gyorsan kell keverni, és ilyen látod, milyen gyönyörű, szép fényes. Imádom a ganáskrémet, nagyon szeretem vele bevonni a tortákat is, meg tölteni is nagyon szeretek vele, amikor egészen jó kihabosítom. Így van, igen, igen. Az a másik kedvenc van, amikor a tejszínt már felvegyük habnak, és akkor úgy csurgatjuk bele a csokoládét. De így is meg lehet kóstolni, hogy mennyire finom. Hm? Általában azt a musznál csinálják, mikor fölverik a tejszínlapot, és akkor a szolvasztott csokit rakják hozzá. Érdekes egyébként, hogy a színe mennyire fura, hogy az ember azt hinné, hogyha a fekete csokoládéhoz tejszínt kever, akkor halványabb lesz a színe, de mégis besötétíti. Itt is lehet látni egyébként a minőségi csokit, mert hogyha rossz csokoládéval dolgozunk, nem jó minőséggel vagy bevonóval, akkor valóban higítja is, meg és egészen összeugrik, és elfehéríti. A karantén konyha alatt. Na itt a gyönyörű ganáskrémünk, és akkor hoztam pisztáciát, levendulapasztát, magyarót, kókuszpejhet, ez meg a ti feladatok lesz, hogy valami finomat alkossatok. Na, magyarót tegyünk bele, Vivi. Ezt nagyon szeretjük. Fél. Nem tudom. Anya, csinálja? Fiú. Érzésből. Van például itt egy nagyon jó magyaró szirupunk. Azt nem kell vegyíteni, elég. Ez elég, ha csak mogyorót teszünk bele, nem? Vagy még tejt tegyünk bele, más ízesítőt? Szerintem a kókusz az már kevésbé lesz jó, az inkább. Egy kicsi ilyen szirupot érdemes, és akkor keverd össze alaposan. Pisztácia szerintem még illik bele. A csokniba? Ehhez mit tehetünk? Mindenképpen érdemes úgy, hogy általában három összetevő az, ami szerintem jó. Mennyit tegyünk? Én ilyenkor azt mondom, hogy kóstolgatás. Vagy amit a dédi mondott, gondolomra, kislányom. Ez az, jól keverdem. Ki is hűltek a bombonhüvelyek. A hüvelyek megpróbálok nem röhögni. Hát de most miért? Hát kihűltek a hüvelyeink. Hát ebben most sem jó, ha kihűltek. Ugye? Ebben nem lehet. Ezzel nem mondtuk rosszat. Hát hidegre raktuk a hüvelyt, és kihűlt. Hideg hüvely sose jó. Hát de mégis jó. Hát ennél hideg hüvelyel kell dolgozni. Akkor most töltsük a hüvelyben, mi töltsük a hüvelyinket, meg csokoládéval. Hát de most
Blanka, hát ezek a szaknyelvek, amiről beszélünk, rossz az, ami rosszra gondol. Hát nyilvánvalóan, hogy ezek szakszavak. Tehát az, hogy hüvely, hüvelytöltés, ennek ez a neve, ennek a kis műanyag dobozkának, csokoládé hüvely. Hát nyilvánvalóan, hogy azért mi se vagyunk savanyú emberek, hát mi is szeretünk poénkodni, hülyéskedni, meg hát ha így hívják, nem nevezhetjük át. Megtölti. Blanka hüvelyét betöltje. Betölti. Na, mennyit rakunk bele? 3/4 töltjük. Jó. Tehát te mindig 3/4 töltöd a hüvelyed? Mi ez a te hüvelyed? Hát nem a másik. Hát akkor, na, töltsük akkor nyugodtan. Na. 3/4 megtöltjük a bombonkapszulákat. Most már félünk kimondani. Jó. És akkor utána ezt megint ki kell hűteni? Általában igen, de hogyha kedvező hőmérsékletű a töltelék, nem olyan nagyon meleg, akkor már mehet a talpazás. Uh-huh. Néha megakadnak a nagyobb magyarok a hüvelyben. Hát van ez így. A nagyobb magyarokat ki, amikor ki kell belőle operálni az acskóból. Hát én is na gyerekek! Hát most bármilyen hülye hangzik, de hát... Ez például egy hüvely. Ez egy zacskó, zsák. Habzsáknak hívjuk. Habzacskónak, ki minek akarja. Most a Blanka a mogyorossal megtölti a hüvelyét. Úgyhogy ezen nem kell kiakadni. És néha egy-egy mogyoró beakad a zacskóból, mert nyomja rendületlenül. Na, megakadt? Basszus kucsát, nénem, akkor más tettem bele. Jaj, anyám! Na, szuper, meg is van. Csináljam a többit? Igen, kérlek. Na, mert már látom, hogy remegett a kezed. Várjál, Vivike! Nem oldal, elég! Jó, vigyázz! Na, várjál! Te nyomtad oda! Na, úgyni! Hát igazából nagyon sokszor elgondolkodom azon, most pláne, hogy itt vagyok, hogy de jó lenne, hogyha itt forogna a főzőműsor, mert hát otthon megszabadulnék a rengeteg mosatlantól, a rengeteg szennyestől, a rengeteg kupi valamivel jár, úgyhogy most hopp. Na, kihűltek itt nekünk a kis bombonformáink, és akkor most megtalpaljuk őket? Így van. Na, amúgy teljesen olyan érzés hallod, mintha egy ilyen főzőműsorban lennénk ketten, és egy ilyen főzőműsort vezetnénk, úgyhogy én élvezzük abszolút. Lehet, hogy erre majd egyszer sor is kerül. Majd meglátjuk. Na. Akkor talpazzuk is meg. Azért szoktam ide ráönteni, mert ilyen szépen rá lehet akkor húzni. Hát a lényeg az, hogy tökéletesen befedje és lezárja a bombonjainkat. A többit rátok bízom, mit szoktok hozzá. Szuper. Egyet én is csinálom. Anya, ne csak te. Várjál, drágám. Nem csak te csinálod. Várjál, toljuk még egy kicsit meg. Várjál, Vivi, mert itt aztán ez egy kicsit kevés lett, úgyhogy még tolni kell rá. Jó. Jó, várjál, így ketten. Meg kell tölteni szépen mindegyiket, fiam. Jó, annyi most elég, és akkor szépen rádolgozzuk. Jó. A lényeg az, hogy teljesen befedje, hogy nehogy kifolyjon a töltelék. Nyilván most sűrűbb töltelékkel dolgozunk, de hogyha hígabb a töltelék, akkor mindenképpen figyelni kell arra, vigyázz, hogy nehogy kihúzzon. Mondjuk egy, és ha egy jó valamilyen boros töltelék, konyakossal, bármivel meg lehet tölteni. Hát meg lehet, csak azt a talpazást nehéz, hiszen ugye folyékony, tehát akkor inkább az injektálásos módszer, ami bonyolultabb ennél, az szokott szerepet játszani, uh-huh. vagy esetleg a fagyasztás. Uh-huh. És ebből gyönyörű kis bombonokat, desszerteket el tudnak ugyanúgy készíteni a nézők is. Látták most a technológiát, látták, csak hát a hozzávaló kis eszközöket kell beszerezni, ami nem is olyan vészesen sok minden kell hozzá, nem? Így van, tehát megfelelő bombonforma, márványlap, de ugye az oltásos módszerrel is lehet dolgozni. Oda is. És akkor szépen el is dolgozza rajta. Majd az lesz a szuper, amikor kiborítjuk a formából őket, és azok olyan szépek, olyankor a desszertek. Így van. El is készültünk.
Íj, a 1000 éve! De szeretlek. Drága barátom. Jó vagy? Hát nézd meg, mit műveltem. Nagyon sokat csináltam, ezt látod? Mi az, amire válthatnánk? A minőség és múzolás helyett vásároljunk csoki múzt. Hoztam nektek egy különleges desszertet, amit együtt fogunk elkészíteni. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy tányérdesszert trendi néven, de én inkább azt mondom csak, hogy egy muszos mini torta. Itt vannak, látjátok, készen a desszertek. Gyönyörűen kifagytak. Most viszont gyorsan kell dolgoznunk. Öncsebb. Jó, elég, nem kell olyan sok.